Jó estét kívánok, Aktuális című műsorunkat látják. Vasárnap választ az ország. Számos fontos tudnivaló van a voksolás menetével kapcsolatban. Ma esti adásunkban dr. Bacsa Vendellel beszélgetünk azokról az információkról és tudnivalókról, melyekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani április 8-án. Üdvözlöm! Üdvözlöm én is, a nézőket is köszöntöm. Ugye, ahogy az elhangzott, vasárnap szavazás van. Az lenne az első kérdésem, hogy akkor tisztázzuk, mit is kell vigyünk magunkkal a választásra. Április 8-án az országgyűlési választásokon a választópolgároknak a személyazonosításra, illetve a személyazonosító gyerekkori nevén a személyszám azonosítására, valamint a lakcím azonosítására alkalmas magyar hatóság által kibocsátott okmányokat kell magával vinni, hiszen az SSB csak abban az esetben engedi szavazni a választópolgárt, hogyha érvényes okmányokkal ő magát igazolja. És az adatok az okmányokban, illetve a névjegyzékben megegyeznek. Melyek lehetnek ezek az okmányok? Hát ugye most a legelterjedtebb a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, ennek van egy ideiglenes változata, az is alkalmas erre, a vezetői engedély, a kártyaformátumú vezetői engedély, a régi típusú barna fedelű kis füzet formájú személyi igazolvány, ezen túlmenően még az útlevél, az ideiglenes útlevél is alkalmas a személyazonosság igazolására, a lakcím igazolására a lakcímkártya, illetve hát a régi személyigazolványból a lakcím az még azt hiszem, hogy szerepel, illetve a személy azonosító igazolására szintén a lakcímkártya alkalmas, vagy esetleg egy hatósági bizonyítvány is alkalmas erre, ami tartalmazza a személy azonosítót. Nem mindenkinek egyértelmű, hogy kell-e vinnie magunkkal a választási értesítőt a szavazásra. A választási értesítőt nem kötelező magával vinni, de nyilvánvalóan a választópolgárnak is egy könnyebbséget jelent, hiszen ott tartalmazza azt is, hogy hova kell menjen választani, illetve a szavazatszámláló bizottságnál is egyszerűbb a sorszámok egyéb azonosítók alapján kikeresni a választópolgárt a névjegyzékből. Mi történik akkor, ha mondjuk aznap vesszük észre, hogy lejárt a személyigazolványunk, vagy nincs nálunk másik személyazonosításra alkalmas igazolvány? Ebben az esetben ugye két lehetőség van, vagy keresünk egy másik személyazonosításra alkalmas érvényes igazolványt, ugye az előbb felsoroltak közül valamelyiket, vagy pedig már a mai napon, de a holnapi, tehát április 7-én és április 8-án is a járási hivatal ügyeletet tart, és ott lehetőség nyílik így a lejárt igazolványok pótlására. Mi számít érvénytelen szavazásnak? Ugye a választópolgárok szavazatuk leadásakor két szavazólapot kapnak. Kapnak egy egyéni jelölteket tartalmazó szavazólapot, illetve egy országos listás, többnyire párt listás szavazólapot. Szavazni érvényesen pedig vagy a jelölt, vagy pedig ugye az országos listát állító szervezet neve mellett szereplő körbe egymás metsző két vonallal lehetséges, tehát vagy egy X, vagy egy plusz jelnek az elhelyezésével. Nagyon fontos még hangsúlyozni, hogy a szavazó helységben a választási iroda tollakat biztosít arra, hogy a választópolgárok szavazni tudjanak, de természetesen, hogyha a választópolgár a saját tollát részesíti előnybe, akkor azt természetesen használhatja. Nagyon fontos, hogy ceruzával nem lehet szavazni, az úgy akkor érvénytelen. A toll színe esetleg befolyásolja? Vagy nem, lehet zölddel, pirossal, kékkel, feketével természetesen. És a szavazólap érvényességének még további kelléke, hogy egy érvényes szavazatot tartalmazzon. Ha több szavazat szerepel rajta, akkor az érvénytelen, illetve hát éppen a szavazatszámláló bizottságok oktatásán ez kiemelt hangsúlyt élvezett, hogy választópolgárok esetében sokszor előfordul, hogy kis idézetet vagy rajzot helyeznek el, vagy üzenetet a szavazatszámláló bizottságnak pozitív vagy negatív tartalommal. Ez sem befolyásolja. Ha érvényes szavazatot tartalmaz a szavazólap, akkor azt el kell fogadni. Mi történik akkor, ha mondjuk figyelmetlen vagyok és véletlenül rossz helyre teszem az X-et, kérhetek új szavazólapot ebben az esetben? Amennyiben a választópolgár rontja a szavazólapot, egy ízben kérhet új szavazólapot, és kaphat. Érvényes az a szavazólap, amelyik mondjuk nincs lepecsételve, mondjuk valamilyen véletlen folytán?
Ez alapvetően a Szavazatszámláló Bizottság felelőssége, hogy a szavazólapon, a szavazólap bal felső sarkában van elhelyezve egy előre nyomott kör, amelyben el kell helyezze a szavazólap átadását megelőzően a bélyegzőt. Ennek a hiánya bizony érvénytelenséget okoz. Mi történik akkor, ha valamelyik körzetben a választási bizottság mondjuk csalást észlel? Most nem tudom, milyen csalásra tetszik gondolni, kampánysértés vonatkozásában, vagy pedig... Akár. Nyilvánvalóan a szavazó helyiségben bármilyen rendellenesség, rendkívüli esemény, vagy valami rendellenességet tapasztal, az a Szavazatszámláló Bizottságnak a hatásköre. A Szavazatszámláló Bizottság csak a törvényeknek alárendelt szerv, és ott teljes körű hatalommal rendelkezik a szavazó helyiségben. Ebben az esetben az elnök nyilvánvalóan döntésre hívja fel a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, és kezelik a helyzetet. Igaz-e az, ha valahol mondjuk választási csalást észlelnek, abban a körzetben nem számlálják össze a szavazatokat? Ismét mondom, tehát ez a választási csalás, ezt így most nem tudom hirtelen értelmezni. Tehát ha szavazatokkal, egyes szavazatokkal kapcsolatban esetlegesen felmerül valami szabálytalanság, akkor azokat úgynevezett vitatott szavazatokként kell kezelni, és ezekkel kapcsolatban a Szavazatszámláló Bizottságnak egyenként dönteni kell, hogy elfogadja érvényes szavazatként, vagy pedig nem. Van-e kampánycsend konkrétan április 8-án a szavazás napján? A jelenleg hatályos választási jogszabályok értelmében kampánycsend, mint általános kampánycsend nem létezik. Bizonyos korlátozások vannak a szavazás napján, és csak a szavazás napján. Így például választási gyűlés nem lehet aznap tartani, illetve kampányreklám nem játszható le a tévékben, rádiókban. Illetve még egy fontos fogalomra hívnám fel a figyelmet, ez pedig a relatív kampánycsend tilalma, ami ez a 150 méteres szabályként esetleg már ismert lehet. Igen. A választópolgárok előtt. Ez ugye azt jelenti, hogy a szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek azon bejárata, amin keresztül a szavazóhelyiség megközelíthető, most ettől a bejárattól számított 150 méter sugarú körben a szavazás napján kampánytevékenységet nem lehet folytatni. Itt alapvetően aktív tevékenységről van szó, tehát nem lehet plakátokat kihelyezni, nem lehet ott valami hang vagy fény effektusokat produkálni, ami alkalmas esetleg a választói akarat befolyásolására. És ahogy mondtam, ez egy aktív tevékenységet feltételez. Ha már korábban kihelyezett plakátok ott vannak, ezen a 150 méteres körön belül, azok maradhatnak. Mennyien kérték átjelentkezésüket innen Békés Csabáról máshova, illetve fordítva, mennyien kérték át ide magukat Békés Csabára? Jelentős mozgás tapasztalható az elmúlt évekhez, vagy az előző választásokhoz viszonyítva. A legutolsó adataim szerint több mint 1500-an jelentkeztek el a választókerületből, és közel 600-an, vagy már lehet, hogy meg is haladtuk a 600-at, jelentkeztek ide át, tehát akik itt fognak szavazni. Ugye ilyenkor, mikor átjelentkezés történik, ők is kapnak egy igazolást erről, hogy megtörtént az átjelentkezés. Ebben az esetben vinni kell magukkal az igazolást az átjelentkezetteknek, vagy nekik is elég csak a személyazonosításra alkalmas okiratokat? Erre is azt tudom mondani, hogy jó, hogyha ott van náluk, hiszen a névjegyzékben az átjelentkezés pozitív elbírálás esetén a névjegyzékbe felvételre kerül, de nyilvánvalóan, hogyha viszi magával, ugyanúgy, mint az értesítőt, akkor ez természetesen előnyt jelent. Az időseknek, illetve a mozgáskorlátozottaknak milyen lehetőségeik van szavazni, ha mondjuk nem tudják elhagyni az otthonukat? Ebben az esetben mozgóurna igénylésre nyílik lehetőség. A mozgóurna igénylésére három esetben a jogszabály állapítja meg, hogy mely esetekben van lehetőség, így betegség, fogyatékosság, illetve fogvatartás, ez a három ok, ami alapján eredményesen lehet kérelmezni a mozgóurna kiszállítását vagy kivitelét. Ennek az igénylésére mai nap 16 óráig van lehetőség személyesen, elektronikus úton, és 16 órát követően már csak elektronikus úton lehet ilyen igényt benyújtani, illetve még egy lehetőség van, a szavazás napján is lehetőség nyílik arra, hogy valaki mozgóurnát igényeljen, szavazás napján 15 óráig, és akkor viszont már a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell benyújtani a kérelmet. Április 8-án mettől meddig tudunk szavazni?
A szavazás reggel 6 órakor kezdődik, és 19 óráig tart. Milyen feladata van a választási bizottságnak azután, ugye nyilván 7 órakor, miután ugye bezárnak a választóhelyiségek? A választási bizottság ezen a napon alapvetően előrelátható feladattal nem rendelkezik. Nyilván, hogyha valami választ vagy rendkívül esemény történik, akkor annak az elbírálására sort kell keríteni, de az eredmény megállapítására majd egy héttel később kerül sor, amikor az átjelentkezők szavazatai beérkeznek hozzánk, illetve akik külképviseletre jelentkeztek át, azoknak a szavazatai is beérkeznek hozzánk, és akkor egy szavazókör van erre kijelölve, akkor összeöntik a szavazókörnek a szavazataival az átjelentkezők, illetve a külképviseleten szavazók szavazatait, és akkor kerül megszámolásra, és akkor azt követően lehet a választókerület eredményét megállapítani. Mikorra várhatóak egyébként az első eredmények? Első eredmények, én azt gondolom, hogy 10-11 óra felé már konkrét eredményeket fogunk látni. Van esetleg még valami olyan információ, amire kifejezetten fel kell hívni a választók figyelmét, és esetleg nem beszéltünk erről? Azt hiszem, hogy a leglényegesebb dolgokat érintettük. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy az érvényes okmányok feltétlenül legyenek jelen, illetve még az idősekkel kapcsolatban még egy dolog felmerült. Idősek esetében, vagy olyanok esetében, akik egyébként meg tudnak jelenni a szavazóhelyiségben, de valamilyen fogyatékosságuk vagy akut betegségük éppen megnehezíti a helyzetüket, akkor akár egy családtagot hozhatnak magukkal úgynevezett segítőként, aki segít a szavazást teljesíteni, vagy ha ilyen személy érkezik a szavazókörbe, akkor és nem hoz magával családtagot, vagy ismerős, vagy valakit, aki segíteni tud neki, akkor segítséget kérhet akár a Szavazatszámláló Bizottságtól is. Ekkor a Szavazatszámláló Bizottság két tagja együttesen segítséget nyújt, akár úgy is, hogy bemennek vele a szavazófülkébe, és hogy segítenek a szavazást teljesíteni. Egyébként ebben az esetben kell igazolni valamivel azt, hogy segítségre szorul a választópolgár? Nem. Nem szükséges. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!